Varjú László a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Miért gondolja az, hogy ez semmi más, mint pénzkidobás, hiszen hát minimum tájékoztatjuk azokat, akik majd ebbe az irányba veszik az útjukat, hogy itt a dolguk nem olyan egyszerű, mert már építettünk egy kerítést, ezt tájékoztatókra kell. Végére eljutnék egészen odáig, hogy ez pénzlopás, ami itt történik, de kezdjük az elején. Ez a leghülyébb országimás kampány, háborús övezetben egy ország hirdeti azt, hogy annál a helynél is van még rosszabb hely, ahova biztosan ne akarjon eljönni senki. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen félresikerült gondolat. Háborús övezetből embereket visszatartani, amikor őket, az ő életüket veszélyezteti, a környezetük, lőnek rájuk, plakátokkal nem lehet. Egyébként a Kormányzati Információs Központtól kaptunk, mivel kérdéseket tettünk fel, hogy akkor most igaz, mennyi pénzből, milyen plakátok, hova, és azt a tájékoztatást kaptuk írásban, hogy a magyar emberek a nemzeti konzultáción döntöttek arról, hogy szigorúbb bevándorlás politikát várnak el a magyar kormánytól. A kormány ezért a nemzeti konzultáció eredményeit figyelembe véve minden lehetséges eszközt megfontol annak érdekében, hogy csökkentse a Magyarországra nehezedő bevándorlási nyomást. Döntés nem született külföldi plakátokkal kapcsolatban, ugyanakkor a kibocsátó országokban közzétett figyelemfelhívó plakátok kihelyezése nemzetközi gyakorlat, ilyeneket helyezett el korábban Németország vagy Ausztria is. Kaptuk ezt a tájékoztatást. Tehát sorba, nemzeti konzultáción az emberek úgy döntöttek, hogy szigorú bevándorlás politikát várnak el a magyar kormánytól, és ennek megfelelően cselekszik a kormány. A kormány ebben a nyilatkozatában ugye akkor nem cáfolta azt, hogy készül ilyen kampányra. De nem döntöttek. És ha nem döntöttek, akkor a szíves figyelmüket szeretnénk ezúton is felhívni, hogy ne is próbálkozzanak ezzel, hiszen milyen szöveget lehetne felírni egy ilyen plakátra. Magyar állam az rosszabb hely, mint az iszlám állam, vagy ehhez hasonló bűncselekményeket. Nem hinném, hogy valaki ezt tervezi, de arról... De nem tudom, hogyha egyáltalán akarnak, akkor mit akarnak hírni erre, de tehát arról tájékoztatni, hogy Magyarország felé az út már nem járható, hát az mégiscsak egy informatív mondat, nem? Igen, ez egy fontos informatív mondat lehet. Reméljük, hogy ott legalább nem magyarul akarják majd mindezt kiírni, mint ahogy Magyarországon tették az ideérkező menekültek számára, hogy őket magyarul tájékoztatják, akár a személyes papírjaikban, akár pedig az óriás plakátokon. De én azonban mégiscsak azt gondolom, hogy itt pénzlopásról van szó. Az látszik, hogy itthon... Azzal, hogy ezeket az óriás plakátok ügyében már több pénzt nem lehet keresni, van itt egy remek alkalom. Habony Árpád, angol nemzetközi cége, részt vesz majd egy ilyen meghirdetett tenderen, és majd azokon a helyeken, háborús övezetekben elhelyezik a magyar kampány. De a magyar el tudja egyébként képzelni azt, de most nem azt kaptuk a Kormányzati Információs Központtól, hogy ez úgy kacsa, hogy van, ebben igaza van, tehát hogy így nem cáfolták. De egyébként el tudja azt képzelni azt, hogy Afganisztánban, Szíriában, a polgárháborús övezetekben egyáltalán működik most majdnem céget mondtam, magyar céget, annak megfelelője, tehát az utcai plakátok elhelyezésével és annak bérleti lehetőségével foglalkozó cégek működnek Afganisztánban és Szíriában? Én biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát, hogy ott nem lehet felvenni a kontaktot senkivel, hogy kérnék szépen 425 plakát helyett. Hol? Hát mi lövünk? Hát ilyen nincs. Egész pontosan ez történik. Tehát akkor nem lesz az egészből semmi szerintem. Így gondolom. Én is, hogy az a jobb, hogyha ebből nem lesz semmi. Bár egy dolgot ezzel a rövid idő alatt láttunk, hogy plakátkampányt az iszlám állam tudott szervezni az adott környezetben. Tehát azért érdekes dolgok is felmerülhetnek, hogy akkor milyen kapcsolatrendszeren keresztül lehet majd ezt kiépíteni, mit lehet majd tenni annak érdekében, hogy valóban ilyen óriás plakát kampány kikerülhessen oda. Én azt remélem, hogy ez a terv nem valósul meg. Sokkal nagyobb jelentősége lenne annak, hogy a Magyarországon az amúgy is egyébként az Európai Unió által finanszírozott lehetőségekkel élve igenis megfelelő emberséggel fogadják a menekülteket, és a mindannyiunk adó pénzéből, Marika néni befizetéseiből pedig ne finanszírozzanak afganisztáni és szíriai háborús üvezetekbe lévő plakátokat. Mert ezt tudni kell, hogy ezt nem finanszírozza az Európai Unió, erről a magyar államnak kell dönteni, hogy ezt éppen kivel csináltatja meg.
Hát egyébként meg magát a helyzetet sem tartom túl életszerűnek, hogy valaki épp az életét menti, többnyire még térképet sem kap, vagy fog a kezében. Nagyjából tudja, vagy az embercsempész segítségével tudja, hogy melyik irányba kell elindulni, és útközben a plakátokat nézeget. Így akkor utat vál, vagy útirányt változtatok, akkor mégsem megyek arra. De akkor tényleg várjuk meg, hogy ebből lesz valami, avagy sem. Pillanatnyilag ez az információ, hogy döntés még nem született. Viszont önt sokszor szoktam kérdezni, vagy többször kérdeztem már az uniós pénzekkel kapcsolatban a múltbéli foglalkozása alapján is, mármint hogy beosztása alapján. Most Csepregi Nándor tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy a fejlesztés politikában is működnek a reformok, mert hogy a 2007 és 13 közötti időszakra vonatkozó uniós pénzeknek 90%-át tudtuk már a forrásokat lehívni. Az egy jó eredmény, nem? Egy jó eredmény lenne, hogyha igaz lenne. Na, már mi ne lenne? Ezt mondta Csepregi Nándor. Ebben a, akkor ez igaz. Itt a tévében önöknél hosszú vitát folytattunk Csepregi úrral, aki nagy erővel tudja bizonygatni és mondani a számokat, de ugye itt a 96%-ban az a rész is benne van, amit a magyar államnak azért kellett kifizetni, mert egyébként az Európai Unió nem volt hajlandó kifizetni. Csak emlékezzünk vissza, néhány hónappal ezelőtt az Európai Bizottság külön jelentésben állapította meg, hogy felfüggeszt 700 milliárd forint értékű kifizetést, csak azért, mert egyébként a projekteknek a 40%-ánál több az, ahol túlárazás történt, és ezért ezt nem fizeti ki, ezt majd a magyar állam teszi. Csepregi úr ma szellemesen úgy mondta a 96%-ot, amiben bele kell érteni azt is, hogy több százmilliárd forintot előfinanszírozott ebben a magyar állam, a magyar adófizetők fizették ki, és bizony-bizony fennáll annak a veszélye, hogy az európai uniós forrásokból mi komoly forrást veszítünk el. De hát ezt a csatát akkor meg kell vívnunk, addig miért vonnánk le? Ez is megvan, csak most még egy kicsit nem fizetik ki, de majd bebizonyítjuk, hogy nincs igazuk, és akkor kifizetik, nem? Igen, ennek a bizonygatásnak a határideje ez év december 31-e, ami számlák nem kerülnek be, az utána már elveszett, és utána már nem kifizethető. Ezért a magyar állam egyébként mindannyiunk szándéka szerint helyesen és nagy erővel dolgozik azon, hogy minél több forrást lehessen lehívni, de a módszer nem az, hogy akkor ezt a poharat, hogyha szeretnénk megvásárolni, akkor négyszer annyit fizet érte a magyar állam, hogy a pénz az pedig fogjon. Ez egy helytelen magatartás, és ezt alkalmazták az elmúlt időszakban. Ez a 700 milliárd forint visszatartása, ez micsoda? Ez a gazdasági operatív program keretében az egyik területnek a 700 milliárd forintja, ami a vállalkozások számára állt rendelkezésre. Ebből egész konkrétan 500 milliárd forintot egyébként az Európai Unió már kifizetett, de 200 milliárd forintot megtagadott, de úgy, hogy az egészet felfüggesztette. Tehát akkor nem hetet, akkor csak kettőt. Bocsánat, annyi hiányzik. Ja, de addig felfüggesztette. Így van, addig az de egészet. De milyen vállalkozások támogatásai vannak ebbe, vagy mit, igen, milyen pénzek? Ez azok a támogatások, amikor megvásároltak egy lemezhajlító gépet, és ott háromszoros áron. Erről mi is beszélgettünk, igen. Háromszoros áron vásárolt maga a vállalkozó, és ezt hajlandó volt a magyar rendszer befogadni. Csepregi úr ma nagyon büszke volt ugye itt a reformok működésére. Ugye milyen érdekes, hogy a reformok ezen a héten mennyire dübörögnek plakáton és a kormány szóhasználatában is, de a dolog lényege az, hogy a Csepregi úr arra van nagyon büszke, hogy ezt az átalakított intézményrendszer bonyolította le, és tudta ezt megvalósítani. Hát akkor tisztelettel jelzem, úgy bonyolította le, hogy az egyébként ezek után a pályázatok után itt akár elkövetett bűncselekmények is lehetnek, és akik ezt csinálták, bűnt követtek el. Hát ezt majd ki fog derülni. Igen. Addig viszont pénz visszatartás van, de előbb-utóbb úgy is kiderül. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.